Sziasztok! Ma fütöttem a médiából 2 Total War Stainless Steel 6.4-es végigjátszásomat a francia királysággal, és itt maradt abba ugye, hogy az angolok ellen nyertem jó néhány csatát, és elfoglaltam Yorkot, plusz ugye a leoni királyság megindította a támadást Pamplona ellen, egy egész erős sereggel, mivel ugye ez a sereg, ez úgymond egy keresztes sereg volt, és van benne 2 csapat gyalogos keresztes lovag, és 2 csapat sergeant. Ja. Oké. Okay. Így ugye nagyjából az aránya 2:1 van. Mi vagyunk a védők, szóval ha úgy veszük, akkor mivel mi vagyunk a védők, és 2:1 az arány, szóval neki 2 annyi emberük van. Szerintem van esély győzni, bár a probléma azzal a néhány izével van. Néhány elitebb egységgel, de... Mi az ellenség? Ők az ostromlók. Rengeteg a gyalogos. Mi vagyunk a védők. Nekem sok a lovas. És ezt ki kell használni. De ki ám. Az ellenségnek izéje van, Lusitania jelölt csatározója. Valójában ki kéne támadni gyalogsággal szintén. Itt senki nem ostromol minket. Mi ostromoljuk, vagy mi támadjuk az ostromlókat, vagy támadókat. Az ellenséges hadvezér meghalt, így a milicisták gyorsabban feladják majd. De azért szerintem az ilyen elitebbek nem nagyon. Mi a... Ó, ne már! Az ellenséges hadvezér halt meg, és az én egységeim adják csak úgy fel. Mégsem akarják csak úgy feladni. Hoppá! Oké, ez gáz. Nem, maradjunk itt. Senki nem megy ki. By Almighty God, our military genius can bring us victory from. Nyugi, a military genius az itt van. Olajat rájuk, hadd égjenek! Olajat! Öntsétek! Unit,
Oké, okay, a zsinideszeket legyőzték a testőrök, nagyon helyes. Oké, okay, kizárt dolog, hogy a gyalogságon átjutnak. Oké, okay, megvárom, még ugye az összes egységük bemegy, és akkor lovassággal a hátukhoz kész. Verjétek vissza őket! The enemy have the walls. Look to our defense, or all will be lost. Jó, mondjuk, ha nem rohamoznak, akkor nem jó. Szerintem a keresztes egységekkel gond lesz. Mert ezek aztán nem akarják feladni. Aztán nehogy rohamozzatok, mert nem tudom mi lesz. Only intervention by Almighty God or a military genius can bring us victory from this debacle. Ó, csak tudnám, hogy mi az izé, miért nem rohamoztok. Ó, ne! De most miért? Miért adjátok fel? The enemy is badly blotted. They have lost half their men. Nah, nem törnek meg a izék. Ja, veszítünk. Oh wow. Egyszerűen nem törnek meg a keresztes egységek. Na mindegy. Oké, okay, vesztettünk. A fenébe. Ez azért egy kicsit gáz. Az ellenséges hadvezér meghalt, és még így sem akarták feladni. Hanseatic League founded. Ja, izé, Észak-Németország és ugye a Baltik. Ilyen kereskedő városok, meg kereskedők alkotják. Foglaljam el Exetert. Oké. Moving to engage the enemy. Laying siege, mon roi. The siege goes as planned, seigneur. Mon roi. Oui. Oké, okay, ezzel a sereggel akkor irány erre. Seigneur. Oui. Keeping an order. A fene gondolta volna, hogy ezek a keresztesek annyira kitartóak lesznek. Ám bár... Ja, mégiscsak keresztesek voltak, ugye? Lovagok. Hutsman, bonny day, is it no? Noble friend of the Highlanders. Seigneur. Orders.
Oké, a sereggel irány erre. Continuing tomorrow. Yes! Your Majesty. Au revoir. Orders? Seigneur. Ezeket át kell képezni, őket szintén. Orders? És Nürnbergben ugye kell az erősítés. Signor, you will. Combining your fleet. Oui, merging armies. Oké, ez az elitebb sereggel pedig irány. Méghozzá, nem támadom Bécset. Le kéne győzni az izét, a német-rómaiakat teljesen. Ja. Az jó ötlet szerintem. És Zágrábot továbbfejlesztettem. Ami valamiért a továbbfejlesztése egy... inkább ilyen teutonos kastélynak néz ki, mint a többi kastélyom, ugye? Á, na mindegy. I am neither friend nor foe, Your Majesty. Oui, mon roi. Oui, at once. Tomorrow's journey plan. Ready to trade. Which imbecile's money should I take? Szép lett volna, hogyha 10%-kal sikerül. We are not fool enough to trade. Perhaps I have something you wish. Yes. Van egy csapat aranygerendás zsoldos frank lovag. Hello. You are not the one I will answer to. Szerintem meg akar támadni a pápa. I would if I could, señor. 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 Orders? Señor. Mon roi. Orders? Mon roi. Orders? 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 Señor. Orders? Señor. By your will, señor. Oui, merging up. Mon roi. Combine. By your will, señor. Oui, merging up. Señor, have you heard what I do to my foes? Kéne az íjász lőtér, hogy tudjam képezni a rendes íjászokat. Mon roi. Orders? By your will, señor. Combining your forces, señor. You talking to me? Okay. Plusz ugye Pamplonát vissza kéne foglalni, és Bolognát támadja. Rendben. Our enemy lays siege to our settlement, mon roi. Rengeteg sok militista. Once we close, slaughter them all. Szerintem Hamburghoz nagyon kéne az erősítés, mert a dánok ugye sokan vannak, és ha ezeket le is győzöm, szerintem egyből megtámadják a várat. Stand and fight!
Oké. Hadd jöjjenek. Szerintem a ballisztás... Ja, annak annyi is, és... Van esély rá, hogy azt is meggyújtják. The enemy siege tower is kindling now. Pay attention, for they may try another trick. Oké, valójában van egy másik fal trükkös. Ah, miért ide jönnek? The enemy have ladders at the walls. Repel the attackers. Give them steel. Valójában esélyük sincs a győzelemre. Hol mi vikingek nem fognak legyőzni minket? Ez most nem az. Nem az 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 ostrom. Ez most nem, izé... Na várjunk, Párizsnál is vesztettek. Na de mindegy. Itt még annyi sikerük sem lesz. Hol mi vikingeknek? The enemy general lies dead. We have sent the cur to hell. Okay, hadvezér ugye meghalt. Lovagokkal ki. És kapjuk el a menekülőket. Hogy ne még kelljen velük ugye megküzdeni. Plusz ugye van még erősítésük, de... Nekik sincs sok esélyük. Van egy csapat felderítő lovas. Vagyis volt egy csapat felderítő lovas. Várjunk, ezek miért nem indulnak meg amúgy? Our
cowardly foe runs. We must push our advantage. Okay, azt hiszem, hogy az erősítés az bebugolt. És nem is fognak jönni. Rendben, irány vissza ide, a várba. És arra gondoltam, hogy mivel ugye nem jön az erősítés, ugye be vannak bugolva. Hát akkor leállítom a felvételt és megvárom, még lejár az idő. Mivel valójában legyőzném őket, hogyha ugye támadnék, de nem akarok nagy veszteséget elszenvedni, mert lehet, hogy a csata után nem még veszik ostrom alá a várat, és át tudok képezni néhány egységet. Ami ugye jó lenne. Szóval egy pillanat. Oké, és nagyjából véget ért. Ja. Kemény 51 embert vesztettem el. Igaz, lett volna több is, ha az erősítés támad. Na de mindegy. Valójában jó lett volna, hogyha támadnak, mert ugye legyőztem volna a csapatot. Ó, ott egy lengyel sereg. Jó lett volna amúgy győzni Pamplonánál. Where shall we strike? Hatching. We shall slaughter, Seigneur. Joining forces, Seigneur. Jó sok íjászom van. You hate me, but you. Ah. Name the field of battle. We will meet you there. Megjöttek a bizáncok. Oui, Seigneur. Mon roi. Yes. Orders. It is said you do not attack me out of fear. Ready and able. With honor. Setting camp here, Seigneur. Setting a vigilant watch here. Ready and able. Orders. Orders. Seigneur, Seigneur, orders. Remélem, hogy ez a sereg nem fog fellázadni. Exeternél. Ó. Hützman, bonny day, is it no? Ott jönnek a vadak. Itt jönnek a vadak. Oh, hello. They will regret crossing France, mon roi. They have nowhere to run now. Sieging. Let us. Oui. Today's march. Where shall we strike? Szerintem elfoglalták amúgy Írországot az angolok. Oui, mon roi. Ready to say. Oui, seigneur. Attacking. Mon roi, we have prevailed. Preparing to board. Egész jók azok a holkok amúgy. Oké. Okay. Verjük szét a pápát. Meg két hadvezér és két csapat Papal Guard. Victory. Ha minden igaz, akkor ugye pápa választás lesz a csata után. Unit,
Le kéne cseréljem a két csapat számszeriász milicistát. Oké, szerintem jönnek ők. Elkezdem lőni a katapulttal őket. Ez nem feltétlenül a legjobb hely amúgy. Hát mondjuk az erősítésemet nagyjából elintézték. Our allies have fled the field like cowards. We must look to our own men now. Nem tetszik az a hely ott. Jöjjünk át ide. Jó lenne vajon rávenni őket a támadásra. Something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Okay, azt hiszem az a hadvezér elmenekül. Egész jó amúgy, hogy a sergeant leveri a izét, leveri a testőrséget. Pray something changes in the course of battle, for defeat seems almost certain. Hát lehet, hogy nem állunk olyan jól. Thank you.
moment, our men are weak. The enemy king lies dead, slain by our gallant warriors. Attack while his men mourn their loss. Szerintem nem tudom rávenni őket a támadásra. Egészségemre köszönöm szépen. Hú, bakker. Are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Okay, ha nem akarnak lejönni a magaslatra, akkor mi megyünk föl. Battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Az igen, a milicis tehetségek egyből megtörnek. Az egyetlen Papal Guard, ami ugye nem adja fel. Oké, a menekülőket kéne még ugye elkapni, az kész. Nagyjából végük, ugye a Papal Guardok maradtak csak. Oké, ez valójában egész jól sült el. Mert... leginkább csak a lovasságot veszítettem el. Oké. Vagyis a lovasságon belül azért... a sergeant egységet, ami annyira nem vészes. Seigneur, Seigneur, oui, mon roi, Seigneur, mon roi, you. Our men will camp here. Meg kéne támadni Lómát. For mon roi, for France. Orders, mon, oui,
Your Majesty. Orders? Mon roi. Ready and able. Can you not tell friend from foe? I respect you, my enemy. To battle! It will be... To battle it is then, mon roi. Prepare for battle! Mon roi! Le akarom győzni, ugye, és meg kéne ölni ezt a karaktert, hogy nehogy felvegyen zsoldosokat. És ugye megtámadjon. Valamennyiből lehet ugye karakternek meg kéne halnia. Jézus Mária! Only half the enemy, Seigneur. Only half. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will. Grâce à Dieu. Our cowardly foe. Chance has been kind to us and. Oh wow! Rengeteg izé meghalt vértezett lovag. Igaz, a testőrség ugye kicsivel erősebb, mint a vértezett lovag. As you wish. Ready and able. Oh, hogy az a... Oh, várjunk. Ez csak két csapat lándzsás. Gondoltam, automatikázok, mert ugye két elitebb egység van, de nem. Csak két csapat lándzsás. Ám bár meg lehet, hogy nem győzünk. Várjunk, meg kéne várjam, még egész ide jönnek. A probléma az, hogy nem futnak, hanem csak gyalogolnak. Oké, és nagyjából ide értek. És rohamra fel. Bárcsak ilyen lenne a lovasság a Warhammerben is. Akkor azt mondanám ugye, hogy ér valamit. Valójában ugye a lovasság az kapott patchet a Warhammerben, de még így is... semmi. If we continue like this, we will smash the enemy. Très bien. Our cowardly foe runs. We must push our advantage. Bonjour, Sunny. Na ja, egész addig még ugyanezt nem lehet megcsinálni a Warhammerben nehéz lovassággal, mint amit itt megcsináltam, addig a lovasság szart se ér. Ready and able. Setting a vigilant watch here, mon roi. Be gone. Ó, az igen, hosszú íjászok. Á, fenébe. Jó lesz majd amúgy, ugye idővel tudok majd felvenni zsoldos velszi hosszú íjászt. Az jó lesz amúgy majd. Yala! Master. I will not waste words on you. An order? Oké, azt hiszem élt egy olyan, hogy körváltás, ugye? Ready and able. Valaki meghalt. Oké. Létszámban sokan vannak, amik az erősítésben van jó néhány elitettség is. Á, fenébe. Á, csatatérről kéne visszavonulni. Ó, várjunk, várjunk. Magaslat. Az jó. Az nagyon jó. Szeressem. Azt nem, hogy ott az erősítés.
Oké, van egy ötletem. Ami abból áll, hogy rassolunk. Legyőzzük ezeket, elfoglalom a hátuknál lévő magaslatot, és várjuk az ellenséget. A tide of battle seems to have turned against us. We must act and hold this turn of events. Charge, knights! General flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Franzba, jaj, ne, jön a... Az legalább az íjászokkal fel kéne érjek a dombra. Az íjászokkal, ha felveszem a pozíciót itt, akkor oké. Okay. Jogi, a military genius itt van. Igaz, Pamplonánál is ott volt, de mégse jöttek össze a tervek. Na persze, mindig működik ugye a terv. Annyi az egész, hogy Pamplonánál ugye egy tervem volt, és ugye az A terv az sosem működik, szóval. Ja. Valójában a tervem az jó volt, csak az ellenség keresztül húzta. Ó, ti miért maradtatok le? Grasadieu, our men have slain the enemy general. Now his men will lose heart. Gyerünk, íjászok! Only intervention by Almighty God or a military genius can bring us victory from this attack. Attack! Attack! Szerintem legyőzzük őket. Our men have for the moment the chance of battle goes our way. Let's pray it remains as such. Igaz, hogy elveszítek ugye némi gyalogos teljesen, de az annyira nem lényeg. Ja, győztünk. Ez jó volt. Ez nagyon-nagyon jó volt. A menekülőkből kell ugye még intézni. Kicsit most úgy játszottam ugye a játékot, mint a Warhammert, ugye sok íjász, kevés, gyalogos. Némi lovas. De nem igaz, vagyis hát nem, hogy nem az íjászok nyerték meg a harcot, mert ha úgy veszük ők is, de nem annyira, mint a Warhammerben szokott lenni. Plusz ugye a magaslat az rendkívül megkönnyítette a dolgot. Bonjour, Sunny.
our foe is utterly vanquished. Let all who glorify this day remember it as a day of... Egész jó volt, az íjászoknak ugye volt olyan, hogy 174, meg 150 valányul és 120. Az egész jó arány. Tökéletes, bizáncok is itt vannak. Senor, we're besieged. Oh, wow. Hát igen, de legalább gyorsabban visszaszerzem a várat. Persze, ha győzünk. Oh, wow. Tiszta zsoldos az egész. Az komoly. Nem igazán láttam ilyet az AI-tól, ugye, hogy van egy hadvezér, és a serege csak zsoldosokból áll. Van egy csomó jó íjász. Enemy have brought up more men. They hope to make up in numbers what they lack in bravery. Nagyjából ugye az erősítés csak izéből áll. Gyalogságból. 2, 4, 6, 8 csapat íjászom van. Egy spanyol vagy leoni királysági zsoldos sereg. Nem kellett volna elfogadni azt a pénzt. Ma rájönnek. Jézusom. Mindenki a hadvezért lője. Ha ő meghalt, a zsoldosok elfutnak. Dárdát neki! Très bien. The enemy general lies dead. We have Sendaker to hell. Ó, de mi a... Mi a franc baja van ezeknek a javelineknek amúgy? Köcsök javelinesek ott vannak még, vagy 90-en is megtörnek. Ja, mondjuk frank lovak támadta őket, hehe. Akkor még úgy nagyjából megérthető. Kaptak egy olyan jó erős frank rohamot. Abból az erősebbik fajtából. Valójában a veszteség annyira nem lényeges. Ja, a zsoldosok pedig menekülnek. The enemy general lies dead. We have Sendaker. The enemy flees the battle. Run down those worthless peasants. A zsoldosok megfutottak. Thank you.
battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Ha minden igaz, akkor az erősítés így is úgy is teljesen megsemmisül, mert ugye ők támadtak meg minket. Oké, megfutnak a izék is. A keresztes egységek. Oké, nem még lőjenek az egységek. És a menekülőkből kéne ugye intézni. Menj az egész, hogy nem vagyok benne biztos, hogy megsemmisülnek teljesen. Így ugye jó lenne elintézni azért a menekülők nagy részét. De amúgy nagyjából végük. Okay. Bonjour, Sunny. Our foe is utterly vanquished. Let all who glorify this day remember it as a day of victory in all its glory. Okay, az íjászoknak egész jó öléseik lettek, ugye ilyen átlagban 50 ölés. És elég gyorsan sikerült visszaszerezni a várat. Wow, 45 ezer dénárom lett. Ó, ne, meghalt a frakcióvezető. A számszerű jász milícia nem még kell többet. Ready and able. With honor. És ugye itt a célpont. És vannak piás nóbózok. Valójában béke van ugye a német rómaiakkal, de nem érdekel. Oui, seigneur. Closing to engage. Oui, seigneur. Besieging France's enemies. Annyi az egész, hogy tudom azt, hogy is megtámadnának. Orders. Seigneur. Át kell képezni az egységeket. Orders. Morwa. És itt van egy csomó jó egység, amit le kell képezzek. Seigneur. By your will, seigneur. Ready and able. Ready and able. We splitting up. I respect you, my enemy. Orders. We. A mészmeneket nem képzem át. Azok helyett ugye kéne egy csapat ilyen lándzsás. Nem lehet átképezni az íjászokat Pamplonában, ugye nincs meg az épület hozzá. Az gáz. Seigneur, orders.
Mi a fene bajuk van itt amúgy az embereknek? Unrest, kiközösítés, ne. Ilyen átlagos dolgok, ugye? Yes. Orders. Orders, Kaiser. Mohua. Orders. Kaiser. Mohua. Our men are exhausted, Seigneur. Seigneur. Oui. Valójában ugye Salzburgban kéne gyülekezni. Jó lenne összeszedni egy erős sereget. Orders. És onnan pedig irány Bécs. Seigneur. By your will, Seigneur. Seigneur. I answer only to the Kaiser and to God. Oh! Seigneur, we are besieged. Az nem a legjobb, hogy megtámadták. És megint jönnek a dánok. They are fool enough to try and besiege me, Mohua. A legjobb, amit szeretek a médiából kettőben az az, hogy mikor ugye ostrom alá vesznek egy várat vagy egy várost, akkor meghatározza, hogy mennyien vannak az ellenséges egységek, és mennyi védőd van neked, és ugye olyan szöveget mond, ugye. Úgymond ostobának hívta az ellenséget, hogy egyáltalán megtámadták a várat, mert ha úgy veszük nekünk, mi úgymond, mint a védők, sokkal többen vagyunk, mint a támadók, ezért ugye a játék automatikusan megmondja nagyjából abból, amit a karakter mondani fog, hogy van esélye győzni, vagy nem. Ez valójában nagyon király dolog, és nekem személy szerint nagyon tetszik a Medieval 2-ben. Mert ugye nem feltétlenül mondja meg, hogy győzöl vagy veszítesz, de azért ugye ad egy ilyen... ezért. És mond egy ilyen nagyon király szöveget. Oké, most már ugye Stauffenben is lehet képezni az elitebb egységeket. Hát a feudális lovagot, azt le is képzem. Az jó. Seigneur. Oui, mon roi. I will enjoy your orders as you wish. Mon roi, seigneur. Oui, merging armies. I will see your head rest atop up. Would you wish to establish new trade links? Ah, mi a fene bajuk van ezeknek, hogy lázadnak? Ordered. Mon roi, by your will, seigneur. Oui, seigneur. Oké, azt hiszem, hogy irány Róma. Orders. Yes. Oui. Ordered. By your will, Seigneur. Oui. Setting up a watchtower. We would see you dead, hidden. Seigneur. Mon roi. Talk is cheap. Come. Seigneur. As you wish. Valójában annyi az egész, hogy Zágrábnak ugye csökken a lakossága, nem növekszik. We would see you dead. Rendben, szerintem ezeket itt... Moving to engage the enemy. Oké, le tudjuk győzni őket.
A másik pedig a móroktól kéne ugye elfoglalni Valenciát. Kivel állnak amúgy rajtam kívül hatban? Nagyjából mindenkivel, aki közel van hozzájuk. Ja, ugye Pamplonában, hogyha sikerül, leképezek még némi egységet, ambár. Van Spear Sergeant, itt is van egy. Itt van kettő. Itt szintén van egy, oké. Okay. Valójában ezeket az egységeket... ide. Angersbe. Plusz még kell ugye némi erősítés. Kell ugye Kaer Narvonban az átképzés, és utána irány Írország, meg négykor ugye is meg lesz Exeter. És hogyha a vadak meg is támadnak, a scoutok, akkor van ugye elegendő katonám Nottinghamben. A vadaktól nem kell tartani. Na jó, akkor azt hiszem nagyjából ennyi lett volna. Ja, köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!